Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? Kicsit isszatok, de meg kell, hogy mondjam, 40 fok felett van a hőmérséklet jelenleg itt Mallorca szigetén. Tehát az első kérdés az úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Tehát valami azért szól hozzád is. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam 4000 forint, asztrológiával kiegészítve 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható az állandóság, és az jelenti a biztonság érzetét. Az anyagiak területén, a munkát illetően, de ő keresi a párkapcsolatban is a biztonságot. Ez most nagyon fontos számára. Elgondolkozik azon, hogy tudja ezt kialakítani. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt láthatóak az anyagiak, itt lesz bevétel, tehát sikerülni fog számára az, amit most tervez a hivatását illetően. Vagy lesznek itt kereskedelmi kapcsolatok, itt lesz nyeremény. Ez az állandóság kihat a párkapcsolatra is, utal a biztonság érzetére. És ez a kép jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Itt látható a házasság. Ez lehet egy házassági ajánlat. A munkát, a hivatást illetően, vagy a kereskedelmi kapcsolatokat illetően ez a kép jelenti a szerződéseket. Lesz közeledés, számára fontos a biztonság érzete. És mi köt össze benneteket? Itt látható a remény, tehát megvan arra remény, hogy ő nálad le tudjon horgonyozni, vagy fordítva, hogy te horgonyozz le nála. Ő tervez egy eljegyzést, egy házasságot, a munkát illetően lesznek itt előnyös szerződések. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot! Nagyon sok szeretettel, Denderám!